Vajdaság 2002 óta tagja az Európai Régiók Közgyűlésének, és a tartomány számára nagy megtiszteltetés, hogy az idén itt szervezik meg az őszi plenáris ülést, emelte ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Ami a programot illeti, azt gondolom, hogy nagyon tartalmas három nap elé nézünk. Egyrésztről a közgyűlés plenáris ülései mellett a három komitét is ülésezni fog. Az egyik az az egészségügyel, illetve a szociális kérdésekkel foglalkozik, a másik az a gazdasággal és a regionális együttműködéssel, a harmadik pedig az oktatással, a neveléssel és a fiatalok kérdéskörével. Az Európai Régiók Közgyűlése a régiók hangja, és egyben találkozási pont is a régiók között, hogy ezáltal közös álláspontok alakulhassanak ki. Elmondhatom, hogy Vajdaság már bizonyította helyét ebben a közgyűlésben. Igor Mirovics tartományi kormányfő köszöntő beszédében hangsúlyozta a most aláírt egyezménynek a jelentőségét, mivel 2019-ben több mint 100 fiatal részvételével Vajdaságban szervezik meg az Európai Régiók Közgyűlésének ifjúsági nyári egyetemét. Az európai régiókban működő fejlesztési ügynökségeknek, gazdasági kamaráknak és a közgyűlésnek kapcsolatot kell teremteniük egymással. Néhány hónappal ezelőtt létrehoztunk egy platformot, ahol bejegyeztethették magukat azok a cégek, amelyek érdeklődtek az első regionális gazdasági fórum iránt. Az összejöveltet végül sikerült megrendezni itt Újvidéken a közgyűléssel egy időben. Három kontinens 16 országának 140 cége vesz részt rajta. Anna Brnabić kormányfő New Yorkból videóüzenetben üdvözölte a közgyűlés résztvevőit. Elmondta, hogy az európai integrációs folyamat Szerbia stratégiai célja, ebből a szempontból is fontos ez az összejövetel. Emellett az ország számára óriási jelentősége van annak, hogy szociális és gazdasági témákat vitatnak meg, ami kulcsfontosságú a modern társadalmak kialakításában, és a szerb kormánynak is ezek az elsődleges céljai, tette hozzá.